Úgy sétálni kéne, ez a baj, nem akar menni előre. Csak hasalni, nem ülünk föl. Hogy sétálni egy körbe, kis körön is, az majd csak elindul. Fölülnék én rá, csak akkor nincs, aki kamerázzon. Nagyon jó. Persze. Ezek már nagyon lógok. Úgy, úgy. Megint le majd, megint föl, nem ülünk föl teljesen. Ez így nem ijesszük meg. Ez tökéletes. Ez már sokat számít a lónak. Meg is jött pont az Ákos. Nem is tudtam, hogy itt van. Nehogy pénzt kér, Márkos, légy szíves. Nagyon szarul. Jó, finoman! Úgyis majd megint föl, megint séta! Abba itt ugye nézelődő. Ordibát nagyon, de hát az normál egy lótól. Képzel, szombaton csináltam, amikor első nyerget fölraktuk. Fél órás fölvétel, és valahogy kitörültem. Hazamegyek, keresem, és nincs sehol. Kitörültem, a guta majd megütött. A péntekei meg volt, az meg, csak a szombaton is csináltam. A pénteki az a itteni volt, azt láttátok, gondolom. Nem? Nem? Mert fönn van. Új csik, úgy van írva. Kötőféke, megvan még a tipolitos. Igen? Ja. Hogy eltűnjön, látom most meg. Még föl is jöhetünk majd a következő próbálkozásnál, nem? Mi? Elég jó. Ó, csak odafigyelni. Úgy fönn vagy, úgy vagy, akkor lejössz. Úgy, kötőféket is kicsire vinni egyből őt. Na. Persze, ülj föl! Mi annak a címe? Úgy, és csak séta, kis körön sétáljatok, a legkisebb körön. Inkább magad fele húz, Andris, magad fele. Magad fele, szép lassan, csak séta. Úgy, nagyon jó. Ez nem volt ma tervbevéve. Úgy, mert most próbáljunk csak sétálni, és ne engedjétek ki hosszúra. Ez már, hogyha így megyünk egy 5 percet, az már tökéletes. Mester, idő már. Jó? Figyelj, mert fél az ostortól, meg nem volt bántva. Nehogy elugorjon. Ha így egy 5 percet sétálunk, a mai az első osztályon alakult. Még terv, túl is teljesítettük a tervet. Jó, ja, jó, nehéz beszélnem. Jó, van semmi. Helyből ott ment föl, ágaskodott, amikor a boxba próbáltak fölülni. Hát ahhoz képest, hogy ágaskodott még a napokban a boxba. Megcsapott. Az is van. Péntekén rajta van. Hát ez gyerekek. A homokba csak megtörik idővel. Tervet. Bántva se volt, úgyhogy lelkileg nem lehet megtörve olyan téren. Na. Holnap mehet egy kis homok galocsaszt. Na tényleg aranyos. Ugye úgy érzik, hogy félt, ugye? Nézzük, hogy nem félt. Nem. Megsericcent a fölülésnél. Persze, csak hát csórikának, amit helyből itt nyerített, azt se tud, épp arról beszélünk, Bali, azt se tud, merre van arccal, hát szegénykém. Nagyon aranyos. Bali, szerintem így be is mehetünk majd vele, így ahogy vagyunk. És Andris, majd a boxba, ne éri hozzá a lábaddal nagyon még. És a boxba leszállunk, és háromszor föl leülünk, jó? Most itt a karámba. Még megyünk egy pár kört itt. És majd én leveszem akkor, csak finoman azért hazafele vele. És leszállunk háromszor, fölülünk, kész. Ja, eddig csak futószáradták, meg nyerget raktak rá. Meg a boxba hasalgattunk. De most éppen nagyon jó tűri. Hát itt lesz a videó felvétel majd. Krisztinek. Majd este megnézzük a videót. Meg a péntekit is. Oké, hello. Jó, szia. Nagyon édike. Simogasd meg néha őt. Jaj, de aranyos. Adja magát. Úgy van írva péntek, hogy új csikó. Új csikó. Majd meg a péntekibe viszony dátum. Van ott szám, most már 500 videón van fönn ilyen. Ja, látom. Ja. Felvinni már emet a kicsit. Hát ebben a kis szarral. Hát. De jó, ez megörökítjük itt. Elbohockodunk. Elnevetgélünk sokszor. Jó, én leveszem a korlátot. Még egy kört mehettek. Tudjuk, hogy mire számíthatunk. Idáig nagyon aranyos.
reméljük nem zuhan le egy repülő, utána a Roland, és mondom, boxba leszállunk, főszállunk háromszor, négyszer. Figyeljetek oda! Ja. Jó van, kicsi. Na, sikerült megörökíteni az első felülést. Ja. Sőt, még videón is. Jó, jó. Ennyi, picurka. Be a boxba. Föl leszállunk, hogy szokja a felüléseket. Akkor szoktak általában félni. Ugye hátára kerül egy lovas. És vannak jó képű lovasok meg, akitől olyan is, amitől fél alul, azt menekül. Rolandtól nem fél. A Roland az nagyon jó néz ki. De most tényleg jó nézhet ki, mert meg se riccent egyenlőre, nem akarom elkiabálni. Majd az ajtót kinyitjuk, Andris, ne te! Jó, azt mondom, Pali, hát jó, csak figyeljetek oda. Már csak bevegyek. Persze. Na, ez az, ennyivel is előrébb lettünk. Jó, hát elkapkodni se kell egy ilyen lóval, inkább jó élményei legyenek. Jó van, kicsikém. Persze, inkább jó élményei legyenek. Ez is szokatlan, hogy soha nem mentek még így be vele, hogy ülnek a hátán. Azt. Jó. Na most már ismerünk többféle dolgot. Finoman lecsúszni. Nagyon jó, ugyanavval a lendülettel föl, és megyünk egy kört, megyünk háromszor, azt megcsináljuk, az kész. Fölülni teljesen, egy kör séta. Jó, megint le, megint ugyanez. Hát meg se riccen, ugye? Nagyon kedves. Igen, ez a új hely volt, akkor minden nézett, csődörösködött, minden baja volt neki akkor. Azt se tudta, nem is figyelt az emberre. A nézett, tehát a másik parikba, ki van ott, mi van ott. És mikor érkezett? Pénteken, ugye? Úgy emlékszem. Pénteken érkezett. Megint egy, meg még egyszer eljátszuk, az finito, fiúk. Ez az. A lónak is a rendszeresség, ugye, meg a mindennapi dolga. Minden nap fölülsz rá, kutya baja, de helyből persze, hogy azt se tudja, mi az Isten van ott rajtam. Ja, mindennapos dolog kijön a boxból, bemegy. Tökéletes. Le, jó megsimogatni, jó megszeretgetni. Tökéletes volt, fiúk. Ügyesek voltatok. Na, és izgál, azt se tudtam, erre van arccal. Még akkor is, ja. Még akkor benne volt az. Tökéletes munkát végeztetek, fiúcskáim. Úgy, hogy a ló bántva nem volt, kiabálva nem volt vele. Ezek a lényeg. Kiabál is egy izért, kiabáz a ló stresszel. Csórikám, az benne marad örök életire minden. Azért a legjobb a finomság. Jó, van egy-kettőnek oda kell durrantani, van olyan, de az már a végső esetben inkább. Jó van. Jó, átdörzsölnék kicsikét ezt. Ez egy szép ló. Na, nagyon szép, mindenkinek tetszik. Jó, egy kicsit átizéledőt. Szokja, hogy ember közelbe vagyunk. Jó, ja igen, elzárjuk az önitatót, jobb a béke. Csak volt, hogy elzártuk, azt két hét múlva nyitottuk meg. Igen. Ha nagyon kövér egy, az jó, hogy leadod, de... Nem, mert vett a cittát, mi baj mennek azon, igen, mi baj? Van olyan. Hát be kell, akkor mindjárt vett. Meg van olyan, magának elzárja, addig piriszkálja, azért kell minden nap. Ezért minden nap önitató kontroll. Kész, nincs miről beszélni. Egy az, hogy tényleg tiszta legyen, nyitva van-e, van egy fadarab benne, akármi benne, már nem iszik, az ab bele, minden nap önitató kontroll, az kell. Az egyik legfontosabb, hát igen, az is. Az ab is belemegy nekik, akármi. Jó, mutatós a kicsike. Tehát Emil is minden reggel megkérdezte, hogy... Na, Emil bácsi. Igen, az nagyon fontos, hogy ívott-e. Ja. Ha miért ne ívott volna? Na, az meg már sok minden lehet, hogy tényleg nem ívott. Ezért vagy azért. Ajjaj. Jó, menj át, nem rúg, vagy nem tudom, de...
Na kipróbálod. Nem emlékszel, Demivel. Hogy nem emlékeznék? Ajjaj. Jó, kedvig is etnék. Aha, öreg Cánt Emilia. Hát azt nem lehet elfelejteni. Feszítőben volt általában, ő az övé volt, ebben megfogsz a bármelyiket. Bírtam az öreget avval együtt. Nagyon. Rózsi volt a élet. Rózsi volt, ja. 20 éve már meghalt. Már 20 éve meghalt? Az Emil, igen. Rózsi is? A Rózsi halt meg. Igen? Két éve, ja. Mert Emil az már 20 éve sajnos. Na fiúk, jó. Lehet, lehet. Hát így mondtam hirtelen. De elesett a jégen. Igen, igen, tudok úgy nagyjából. Ja. És akkor utána lett. Utána már ilyen beteg lett mindig. Szegény. Igen, lóval lehet. Valami ott. Na, fiúk, tökéletes munka. A lovacska ma jöhet. Ami tulaja meghozta tegnap kedden a finom tápocskát.